Itt ül velem Madocsai Bea, szervusz Bea. Jó reggelt kívánok a nézőknek is. Egy különleges imádságról, imádságos napról fogunk most beszélgetni. Kérlek, hogy mutassuk be a nézőknek, hogy miről is van szó. Igen, a nagyszülők imanapjáról, miközben különleges nagyszülőkről van szó, olyan nagyszülőkről, akik nagyon szomorúan és aggódva, olykor kétségbe esve tapasztalják azt, hogy a gyerekük elválik, a fiúk, lányuk házassága nem sikerül, és szétmennek, és ott vannak az unokák. És azt is tudják a nagyszülők, hogy az unokák akkor is megsebződnek, ha már nagyok, vagy akkor is, ha már felnőttek, de azt látni még akár 25 évesen is, hogy a szüleim elválnak, az nagyon fájdalmas. És a nagyszülők ezt olyan tehetetlenül nézik, önmarcangolással olykor, meg segíteni vágyással, és nem tudják, hogy hogyan segítsenek. Itt azt fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy annyira különleges kezdeményezés, hiszen amikor válásról van szó, akkor gondolunk az elvált felekre. Jaj, hogyan éli meg a nő, és hogyan éli meg a férfi az ő lelkükre, hogy ők hogyan táplálkoznak majd ebből, és hogy tudnak tovább lépni. Gondolunk a gyermekekre, hogy akkor ezt a traumát ők hogy élik. Igen, bocsáss, senki nem gondol a nagyszülőkre. A nagyszülőkre senki nem gondol, de azért a gyerekekre se eleget. Tehát mi itt az Emmanuel közösség szolgálatában, aminek azt a nevet adtuk, hogy Áve szolgálat, azt tapasztaljuk, hogy azért kevés helyen tudják elmondani a gyerekek, hogy ők mit élnek meg. És amikor a nagy családi vihar kellős közepén csak kapkodják a fejüket, akkor a szülők igen, a túlélésért küzdenek, mert akkora sebet kapnak egymástól, a helyzettől, és legtöbbször csak arra van erejük, hogy önmaguk valahogy a víz fölött tartsák a fejüket, és már nem futja az energiából, hogy a gyerekeknek is olyan segítséget adjanak, amire szükségük volna. Tehát itt egy kicsit még erősíteni kellene a szolgálatunkat, hogyha majd kicsit növekszik a szolgáló csapat, akkor ezt tervezzük, hogy azoknak mondjuk egy ilyen 16 éves korosztálynak lehetőséget, hogy mondják ki a haragjukat, a fájdalmukat, a csalódottságukat, tehát egy csomó mindent, amit egy kamasz olyan szívesen kimondana, és ha elfolyt, az rossz. Na, de térjünk vissza a nagyszülőkre, mert egy kicsit azért vagyok bajban, mert most nagyon rosszul alakulni látszik a vírushelyzet, igen, és ugye pont az idősek azért az veszélyeztetett korosztály, úgyhogy valószínűleg másik időpontban tudjuk majd csak később megtartani, amikor ez javul, de beszélgetni mindenképpen érdemes, hiszen biztos vagyok benne, hogy a nézőink közül nagyon-nagyon sokan vannak ebben a fájdalmas helyzetben. Igen, nekik is mondjuk akkor, hogy mindenképpen majd csatlakozzanak ehhez a szolgálathoz. Előtte még annyit, hogy te milyen vallomásokkal találkoztál az elmúlt évek során, ilyen ima napokon, vagy ilyen imádságos napokon a nagyszülők részéről? Mit élnek át? Igen, ez már a harmadik ilyen alkalom lesz, amikor majd meg fogjuk tudni tartani, de arról számolnak be, hogy az első alapvető érzésük az persze a szomorúság, de ott van a tehetetlenség, hogy nem tudják, hogy mi a jó segítség. Mert az, hogy most a fiamnak, lányomnak a pártjára állok, az sem mindig egyértelmű. Hiszen ha ő hozott olyan döntést, amivel én nem értek egyet, akkor attól még a fiam és a lányom marad. Hát megszakad a szívem. Eddig nagyon jóban voltam a menyemmel, vejemmel. Akkor most vele meg kell szakítanom a kapcsolatot, csak azért, mert ők egymással megszakították. Vagy hogyan, az sem jó megoldás, hogyha akkor amelyiket egy kicsit, nem tudom, úgy érzem, hogy nagyobb áldozata a helyzetnek, amellé állok és szídom a másik szülőt. Tehát tényleg azt se tudják, hogy mit csináljanak. És ez lehet, a tehetetlenség. Igen, tehetetlenség, és talán még az is ott van, nem, hogy mivel ő az idősebb, ő a tapasztalt, ő a bölcs a családban, vajon mit nem tudtam átadni, hogy itt ide jutottak, vagy hogy én nem tettem meg eleget, vagy én nem beszélgettem eleget, igen, én nem mondtam. Vagy nem vettem észre időben, hogy baj van közöttük. De hát azért lássuk, hogy a sokáig a krízist, a nehézségeket, a válságot a házaspár egymás között próbálja megoldani. Tehát igen, gyakran nem a szülők, tehát a nagyszülők a figyelmetlenek, hogy nem vették észre, hanem a környezetük elől sokáig nagyon ügyesen titkolják a házaspárok, hogy nagyon nagy bajuk van. Olykor még önmaguk előtt is egyébként. Tehát igen, ez a bűntudat, ez is benne van a nagyszülőkben, meg az unokáik helyzetét látva, akkor olykor ez a túlféltés, túl
óvás, hogy jaj, hát szegény, ilyen helyzetbe kerültél, de nem baj, majd én... Tehát ez a folytogató szeretet, erre is vigyázniuk kell, vagy figyelniük kell a nagyszülőknek, mindenkinek, a szülőknek is egyébként, de talán mi nagyszülők hajlamosabbak vagyunk arra, hogy ilyen folytogató szeretettel. Egyébként is, igen, ez a tényleg feltétlen szeretet az, ami, igen. És akkor lehet, hogy ilyenkor még fel is értékelődik még inkább ez. Beszélünk mindjárt arról, hogy konkrétan hogy néz ki egy ilyen ima nap, de még a gyerekek kapcsán, tehát nem tudom kihagyni. Múltkor egy olyan beszélgetésbe kapcsoltam bele, amiben nem tudtam, hogy hogyan szálljak bele, aztán nem is szálltam vele, csak hallgattam, hogy arról beszélgettek a felek, hogy hát igen, ez a sok válás, mindig ezeket okoljuk, esetleg a sérült lelki világú gyermekeket, vagy azt, hogy mindig azt hangsúlyozok, hogy valamilyen módon mindenképp sérül benne az adott gyermek vagy gyermekek. De és akkor azt mondta a másik fél, hogy ugye, hát de ez nem így van, hát azért hány olyan sérült emberrel találkozunk, akinek hát együtt voltak a szülei, akiknek nem váltak el a szülei, teljesen csodálatos családi életben nőtt fel, és mégis valami nem jó vagy kisiklott az életében, és hogy hát nem a válások ezért a hibások. Persze nem lehet nagyon leegyszerűsíteni mindent, nincsen fekete-fehér, de hogy neked erről mi a véleményed? Én is azt látom, hogy házasságban, tehát ahol a szülők együtt maradnak, olyan családban fölnőve is kapnak sebeket a gyerekek. És ugye talán pont ma van a tolerancia napja. Így van. És ugye azt szoktuk mondani, hogy a szeretet mindent eltűr, mindent elvisel. Én azért ezt árnyalnám, a tolerancia, én azt mondanám inkább, hogy az a nagyvonalú szeretet, hogy egy párkapcsolatban, ha meg tudunk nem fönnakadni olyan dolgokon, amik tényleg nem fontosak, olyan nagyvonalú megbocsátással, vagy elnézéssel, ez jó szó, elnézek, látom, hogy ott hagyta az okniát, elnézek fölötte. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy ez hiányzik a házasságokból, valahogy az a generáció, amelyik már szülővé vált, már lassan nagy szülővé, az ideges, feszült, türelmetlen, és pont ezt a nagyvonalú szeretetet nehéz gyakorolni. Úgyhogy ezért valóban házasságban is fölnőnek sebzett gyerekek, vagy rossz példát, ha látnak. Hát az sem segíti majd az ő párkeresésüket, párválasztásukat, családalapításukat, de én szeretem a pozitív oldalát megközelíteni. Tehát bármekkora sebeket is hordozunk, vagy kaptunk a családunkban, bármennyire is rossz mintát láttunk, soha nincs végleg, tehát ilyen előre... Elrontott. Végleg helyzet. Elrontott helyzet, előre elrendelt kudarcos élet, hogy ez már, ha így indult, ez már akkor úgysem sül ki ebből semmi jó. Mert amit egyébként a nagyszülők ima napján is most az elvált, akkor ugye a három hétvégéből a második volt meg a múlt hétvégén, vagy majd ha a gyerekekkel foglalkozunk, mindenképpen az az üzenet, hogy az Isten mindenható, és végtelenül szeret minket. Hát mindent megtesz, hogy az a mi fájdalmas, nehéz helyzetünk az gyógyuljon, és valahogy a javunkra képes fordítani. Csodálatos volt, el se tudjuk képzelni, hogy hogyan, és ő mégis meg tudja tenni. Na és hogyha az imádságba fordulunk, akkor, és közösen tesszük mindezt, akkor talán mielőbb meg tudjuk azt tapasztalni, hogy hogyan tud átfordulni ez egy ilyen csodálatos fordulatot, hogyan tud ez az egész veszteség venni. Beszéljünk arról, hogy néz ki egy ilyen imádságos nap. Igen, imanapot hirdettünk, mert a nagyszülők már csak a korukból adódóan is, ahogy közelednek az örök élet felé, egyre inkább azok a szálak tűnnek legfontosabbnak, ami az Istenhez kapcsolja őket, vagy ha kérdéseik vannak, akkor is már erre előrefelé vannak kérdéseik, mert az, ami már a hátuk mögött van, az már nem is annyira fontos. És ebben a helyzetben az imádságos Isten felé fordulás az is nagyon értékessé válik. És én azt hiszem, hogy az imádsággal sokszor félreértések vannak. Azt hisszük, hogy az ima önmagában a megoldás, pedig a jó Isten a megoldás, vagy az ő kezében van a megoldás, az imádság az engem változtat meg, az én szívemet. És a kétségbeesésemből kiemel, és hogy hogyan is zajlik a nap, az elején mindig dicsőítő
imádságot tartunk, ami olyan ima mód, amit keveset szoktunk gyakorolni, pedig pont ez, amikor nem a problémáimra koncentrálok, mint mondjuk a kérő imádságban, ugye, hogy jaj, Uram, add, hogy a, nem tudom, hogy meggyógyuljon ez, vagy az, vagy add, hogy fölvegyék a gyerekemet, vagy jó sikerüljön, hát, tehát kérek és a nehézségeimre figyelek, hiszen azt hiszem az Úr elé. Ami nem baj, Jézus is biztat a kérő imára, de a dicsőítő ima az, amikor a mindenható, szerető mennyei édesapámra tekintek, és áldom őt azért már most, amit én még nem látok, de ő már tud, amit adni fog, és ebbe biztos lehetek. És akkor el tudok fordulni a nehézségeimtől, a problémáimtól, és megkönnyebbülök. Mert akkor tudom, hogy jó kezekbe adtam azt a nehézséget. Tehát ez az a dicsőítő ima, amikor ezt ki is mondjuk, és ezzel eszközt is adunk a résztvevőink kezébe, ezt nem csak együtt, akkor ott lehet gyakorolni a dicsőítő imát, hanem minden nap. Tehát jó, ha valaki föl kell, és azzal kezd, hogy áldalak téged, Uram, mert te mindenható vagy, ma is minden pillanatomban velem leszel, mert Jézus ezt megígérte. És köszönöm, hogy ma is gondoskodsz arról, hogy minden pillanathoz meglegyen az a kellő erő, a kellő kegyelem, amit te adsz nekem hozzá. Amen. Tehát, és akkor másképp indul a nap, mint az, hogy te jó ég, mi áll előttem, és mi lesz az unokáimmal, és mi lesz a... Tehát ezért dicsőítő imával kezdünk, aztán egy kicsit fölvetünk egy-egy témát, ami fontos lehet. Igen, hogyan lehetek én az unokáim számára a béke szigete? Az a biztos pont, aki nem fogja szidni a szüleit, aki nem fogja őt, nem tudom én, faggatni, de ott vagyok a szerető, figyelmes meghallgatásommal, ha mondani akarja, akkor rám számíthat. Nem fogom kioktatni, nem fogom letorkolni. Tehát, hogy egy kicsit... ezt gondoljuk át együtt, aztán a szentségimádás nagyon fontos része a napnak, hiszen tudjuk, hogy az oltári szentségben jelenlévő Jézus gyógyítja a sebünket pusztán a jelenlétével, és van kis csoportos beszélgetés, ami meg azért nagyon fontos, mert tényleg annyi terhet hordoznak a nagyszülők. Olyan jól esik kimondani olyanoknak, akik pontosan értik. Mert a szomszédasszony, akinek boldog házasságában él a gyereke, hiába mondom el neki, hogy ez most nekem nehéz, jó esetben türelmesen meghallgat, de egész más olyanokkal beszélgetni, akik ugyanazt élik. És aztán szoktunk szentmisét is szervezni, hogy a szentmisében a gyerekeket vigyük az Úr elé. Tehát értük, ajánljuk fel az unokákért. És akkor így zárul a nap. És akkor így még egy zárókört szoktunk tartani, és akkor így igen. Az elmúlt évek során már azért biztos találkoztál visszajelzésekkel is, hogy kinek az életében milyen változás állt elő esetleg azért, mert hogy ezt a szemléletet, ezt az imádságos szemléletet magára húzta, és utána minden nap már a saját életében is gyakorolta ezt. Be tudsz esetleg számolni ilyenekről? Az az érdekes, hogy persze kaptunk ilyen kis visszajelző leveleket a résztvevőinktől is, de az az érdekes, hogy a legtöbb pozitív visszajelzés az elvált szülőktől jött. Tehát azoktól, akik esetleg ők maguk szóltak a szüleiknek, hogy jöjjenek el, vagy akiknek a szülei anélkül, hogy szóltak volna, észrevették a felhívást és elmentek, és ők mondták, hogy az édesapám, az édesanyám derűsebb lett, most már nem aggódik, most már nem... nincs abban a kétségbe esett állapotban, amiben korábban volt az én ügyem miatt, és ez nekem is milyen jó, hogy nekem sem kell azért aggódnom, mert már szinte megbetegszik az édesanyám, édesapám a válásunk miatt. Tehát itt jönnek vissza a visszajelzések. Bea, hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és még nagyon sok évet kívánok ehhez, akkor mondjuk el, hogy most még egyszer hogyan és mikor lesz megrendezve akkor ez az imanap. Na hát ez az, amit most csak a Jóisten tud, mert azt az időpontot, amit kitűztünk november végére, most az előrejelzések alapján nem fogjuk tudni megtartani. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy figyeljék a honlapunkat, avelap.hu, ugye az AVE szóból, és a lap, mert sok minden van a lapon, avelap.hu, és akkor ott időben fönt lesz az új időpont. Reméljük, hogy tavasszal javul a helyzet, és meg tudjuk tartani. Reméljük, igen, és mindjárt elengedlek, viszont szeretnék rákérdezni arra, hogy hogyan értékeled a múlt heti elvált szülős programotokat? Nagyon... Ugye, múlt héten volt. Igen, a hétvégén volt. Igen, az első hétvégét egy hónappal ezelőtt azt személyesen meg tudtuk tartani. Az első alkalomra mindenki azért úgy jön, hogy te jó ég, hova csöppentem.
És én különben is nem itt szeretnék lenni, hanem a boldog házaspárok között, de sajnos az élet azt hozta, hogy itt vagyok, és mi fog most történni. És annyi, hát ott azért fogy a papír zsebkendő is. A második hétvégét pedig úgy tudtuk megtartani, hogy a szombatot még személyesen, mert akkor be tudtunk menni egy nagy térbe, a kápolnába, és ott egymástól is távolságot tudtunk tartani. Vasárnap meg már misék voltak a templomban. Ezért, hát ezt Zoomon tartottuk meg, de azt tapasztaltuk, hogy az Isten számára nincs tér, nincs idő, nincsenek korlátok, tehát nagyon áldott alkalom volt. De hát akkor még nagyon sok szép időt és szolgálatot kívánok neked. Nagyon köszönöm.